Assassin's Creed Valhalla. Available holiday 2020. Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kiraktam egy szavazást, amiben arra voltam kíváncsi, hogy az Assassin's Creed Valhalla előzetesével kapcsolatban szeretnétek-e egy olyan elemzést. A válasz egyértelmű, tehát ebben a videóban adok egy kis viking kontextust. A játék maga a 9. század vége felé játszódik. Ez a viking rablótámadások időintervallumának majdnem a közepe. A mai értelemben vett egyesült Anglia ekkor még nem létezik. Britanniát különböző királyságok alkotják. Ami minket jelen pillanatban érdekel, az Wessex. Wessex ekkori királya bizonyos Nagy Alfréd, a csávó, akit az előzetesben láttunk. Történelmi szempontból Nagy Alfréd az angol szászok jokere. Az a király, aki körül mindenkit összecsomagoltak, de az ő királysága állta a sarat. Tulajdonságait tekintve fizikailag egy gyenge férfi volt, viszont elképesztően művelt és ravasz. Az előzetes első mondata úgy szól, hogy a vikingek szívtelen, istentelen barbárok, akik vakon gyilkolnak. És ehhez kapcsolódik egy egészen kitűnő komment, miszerint elég sok vita alakult ki mindenhol arról, hogy a Ubisoft megpróbálja a vikingeket jó fiúnak reprezentálni, miközben koszos barbárok voltak. Lehetne, hogy egy-két szót ejtünk erről a témáról? Ja, lehetne. Először is tisztázzunk egy nagyon fontos dolgot. A viking az nem egy rassz. A viking az egy szakma. Tehát amikor vikingekről beszélünk, az olyan, mintha azt mondanám, hogy mondjuk asztalos. A viking szakma magába foglalja a felfedezést, a kereskedést és a fosztogatást. A 21. századi emberek, akinek nem ingene vegye magára, kettő dologban egészen kitűnőek. Nagyon szeretnek ítélkezni, és nagyon szeretnek általánosítani. Magyarul, majd én megmondom, hogy a vikingek milyenek voltak, és miután megmondtam, hogy milyenek voltak, garantálom neked, hogy az összes ugyanolyan volt. Gondolj bele abba, hogyha manapság elítéled a 9. és 11. század rabszolgatartó társadalmait, akkor ők vajon mit gondolnának arról, hogy a 2000-es évek elején a gyerekeket TikTok videókon nevelik? Tehát röviden, a középkori emberek 21. századi felfogás alapján történő megítélését fejezzük be. A jó vagy rossz fiúk kérdéssel kapcsolatban egyetlen egy tényező van, ami alapján különbséget lehet tenni. Ki volt az, aki megtámadta a másikat? A vikingek voltak azok, akik megtámadták a szászokat. Tehát ilyen szempontból a vikingek a, mondjuk úgy, rossz fiúk. Rossz fiúnak nevezni őket azért, mert gyilkoltak, kérlek. Nagyon izgalmas, de vannak, akik úgy gondolják, hogy a háború az arról szólt, hogy az ellenfelek leültek egymással szemben, megittak egy-egy sört, és megbeszélték, hogy kinek mi a problémája. A háborúban emberek halnak meg. Nem csak katonák, nem csak férfiak, nők és gyerekek egyaránt. A viking támadások oka három dolog. Pénz, föld, rabszolga. A rabszolga és a pénz az gyakran ugyanaz. Tehát ha megtámadtak mondjuk egy falut, akkor a támadás oka az, hogy elvegyék a pénzt, a lakosság egy részét, javarészt azokat, akik ellenálltak, megöljék, és a többieket elvigyék, mint rabszolgát. A rabszolga lényege, hogy vagy a saját hasznukra dolgoztatták, vagy eladták őket. És mielőtt bárkiben felmerülne a kérdés, a gyilkolás, a fosztogatás és a rabszolgatartás az akkori angol szász királyságokra ugyanúgy jellemző volt. Tehát a vikingeket is legyilkolták, a vikingeket is elfogták, és a vikingekből is rabszolgát csináltak. És még egy nagyon fontos dolog. Van egy nagyon erős tévhit, miszerint a vikingek azért kezdtek el fosztogatni meg terjeszkedni, mert Skandináviában ekkor valami elképesztő jégkorszak volt. Tehát a föld termelésre alkalmatlan volt, a vadállatok megfagytak, meg stb. Nem. A skandinávok terjeszkedésének és fosztogatásának fő oka pont az ellenkezője. Annyira jó volt a termés, hogy túlnépesedtek. Nem meglepő tehát a tény, hogy az angol szász királyságokat nem csak fosztogatták, de ugyanazon a földön le is telepedtek.
Ne felejtsük el azt sem, hogy nem mindenki volt gazdag. A fosztogatások remek lehetőséget szolgáltattak arra, hogy valaki vagyonossá váljon. A barbár kérdéssel kapcsolatban, ha neked van egy X vallásod és egy X világnézeted, és a szomszédod X vallás és világnézet helyett Y-t vall, akkor a szomszédod barbár. Tehát a kereszténységre való tekintettel mindenki, aki nem keresztény, az barbár. Ilyen szempontból a vikingek barbárok voltak. A koszos kérdéssel kapcsolatban ismételten eloszlatunk egy borzasztóan nagy tévhitet, miszerint a vikingek koszosak, büdösek és egy összességében mosdatlanok voltak. A skandináv nyelvekben a szombatot úgy nevezik, hogy lördag, a lördag óészaki megfelelője laugardag, aminek a jelentése tisztálkodó vagy mosakodó nap. Tehát az északi emberek kultúrájában a szombat volt az, amikor mosakodtak. És erre azt mondhatnád, hogy hát hetente egyszer fürödni az nem valami nagy dolog. Igen, a 21. századi felfogásban valóban nem. Azonban a korabeli angol szász nők imádták a vikingeket. Miért? Azért, mert egy angol szász férfihoz képest a vikingek patyolattiszták voltak. Meg nem mellesleg izmosak, meg stb. Érted? Milyen ironikus, nem? Tehát összességében ők támadták meg a szászokat, tehát a keresztények számára ők voltak a rossz fiúk. Nem voltak keresztények, tehát a keresztények számára barbárok voltak. És ami nagyon fontos, mérföldekkel igényesebbek és tisztábbak voltak, mint egy angol szász férfi. Na és akkor nézzük meg magát az előzetest. Egy rituáléval kezdünk. A skandináv istenek tisztelete az nem úgy volt, hogy elmentél imádkozni meg ilyesmi. Ha te meg akartál tisztelni egy istent és szeretted volna a segítségét kérni, akkor feláldoztál valamit. Az áldozatért cserébe megkaphattad az adott isten kegyelmét vagy segítségét. Ezt látjuk itt. Darby McDevitt, a játék igazgatója, rendezője, nem tudom a pontos rangját, azt mondta, hogy ez a szobor Odint ábrázolja. Ez igazán remek, de ennek a szobornak hiányzik a bal keze. A skandináv istenek között egyetlen egy isten van, akinek hiányzik az egyik keze. Týr. Viszont az a probléma, hogy Týr a jobb kezét vesztette el. Ennek a szobornak a bal keze hiányzik. Odint félkezűnek ábrázolni teljesen indokolatlan, és még csak azt sem mondhatom, hogy ő Týr, hiszen a szobor bal keze hiányzik, nem a jobb. Maradjunk annyiban, hogy az igazgató, rendező, admirális, generális szerint ez a szobor Odint ábrázolja. Na, a viking hosszú hajókat látjuk. Ezek azok a hajók, amikkel felfedezték Észak-Amerikát is. Tulajdonságaik közé tartozik, hogy rettentő gyorsak, nem igényelnek mély vizet, és mivel nagyon könnyűek, a szárazföldön is cipelhették őket. Nekem személy szerint nagyon tetszenek a színek. Ez a fehér és mondjuk kék szín nagyon menő. Az előzetesben rettentően nagy hangsúlyt fektettek a hollókra. A vitorlákon, illetve egyes vikingek pajzsán láthatunk kettő hollót. Ezek a hollók Odin, mindenek atyának madarai, Hugin és Munin. Nem megyek bele, de az a lényeg, hogy a pajzsokon, az öveken, a talizmánokon, meg mindenhol szimbólumok vannak. Minden szimbólumnak megvan a maga jelentése. Nagyon fontos, hogy ez nem egy turulmadár, hanem egy holló. Beszéljünk egy kicsit a vikingek kinézetéről. Általános tévhit az, hogy minden viking két méteres volt, izmos, szőrös, szakállas és hosszú hajú. A divat, mint fogalom, már akkor is létezett. Minden északinak volt egy saját stílusa. Voltak, akik teljesen kopaszok voltak, és nem volt szakálluk. Voltak, akiknek csak rövid hajuk, vagy akiknek csak szakálluk volt. A méretükre való tekintettel a korabeli viking férfiak átlagos magassága 170 cm, a nőké 160. Az izom kérdése az tagadhatatlan, ugyanis egész életükben földet műveltek vagy harcoltak. A földművelés és a fegyverforgatás az okvetlenül is izmossá tesz. Amit itt látunk, az a vikingek 21. századi ábrázolása. Nem így néztek ki.
A tetoválásokkal kapcsolatban konkrétan nem tudjuk, hogy voltak-e, viszont azt tudjuk, hogy festették magukat. Mutatok egy rendes vikinget. A vikingeknek kettő fő csoportja volt. A gazdag és a még nem gazdag. A gazdag vikinget rettentő egyszerű felismerni. Volt egy sodronyinge, egy kardja és sisakja. A sodronying, a kard és a sisak elképesztően drágák voltak. Magyarul a többségük nem engedhette meg magának. A vikingek kettő leggyakoribb fegyvere a lándzsa és a fejsze. A lándzsát nagyon szerették, ugyanis az előállítására való tekintettel olcsó volt, és hozzáértő kezekben kitűnő fegyver. Minden egyes viking hordott magával legalább egy, esetenként több fejszét. A fejsze az egy elengedhetetlen munkaeszköz, és hozzáértő kezekben fegyver. A fejszék többsége egykezes volt, de volt egy nagyon híres kétkezes, aminek a neve Dán fejsze. Ez itt. Tehát összességében egy átlagos viking felszerelése az egy mindennapos ruha, egy kerekpajzs, illetve egy lándzsa és vagy fejsze. A gazdag vikingek sodronyinget, sisakot és kardot hordtak. Konkrét állatbundákat nem viseltek. Egészen elképzelhető, hogy a téli időszakban voltak olyanok, akik magukra vették. De általánosságban a vikingek nem viseltek egész szörméket. A településekkel kapcsolatban, ami nagyon lényeges az, hogy lesz egy fő épület. Egy csarnok. A vikingeknek voltak vezérei. Az, hogy ezeket a vezéreket jarl, törzsfőnök, fejedelem vagy király megszólítással illették, lényegtelen. Mindig volt egy valaki, akit követtek. A veszexi katonákkal kapcsolatban nagyon tetszik, hogy odafigyeltek a részletekre. Ez a sereg, a veszexi katonák, a pirosak, egy nagyon jól felszerelt sereg. A katonák némelyikén megtalálható a sodronying, amiről az előbb beszéltem. Ez egyáltalán nem befolyásol semmit, de azért elmondom, hogy ezek a katonák normannok. A pajzsuk norman, a sisakjuk norman, a kinézetük norman. Ezzel semmi probléma nincs, ugyanis két évszázaddal később a normannok valóban Britanniában lesznek. A címerekre való tekintettel ez a veszexi ház címere. A kereszt és 5 darab fecske. Az 5 darab fecske jelenleg 4 vagy 6, pontosan nem látom, de érted. A másik egy kétfejű sas, ami nekem egyértelműen a német-római birodalom címere, aminek habár semmi köze nincs a korabeli angol szászokhoz, a játékélményt nem befolyásolja. Ez a sisak rettentő baszó. Természetesen semmi köze nincs a történelemhez, hiszen ez egy törp sisak. A törpök használtak ilyet. Csak gondoltam elmondom, hiszen a törpök a legnagyobb arcok valaha. A csatában megjelenik Odin. Külön kiemelném, hogy azok ott rúnák, tehát ez egy nagyon fontos kis adalék. Odin mindenek atya az, aki a csatában küzdő katonák sorsát eldönti. Tehát az, hogy ők túlélik vagy meghalnak, csak és kizárólag Odin műve. Bízom benne, hogy most már mindenkinek van egy nagyjából elképzelése arról, hogy kik voltak valójában a vikingek. A játékmenet kapcsán biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektettek az istenekkel történő kapcsolattartásra, illetve biztos, hogy lesz egy saját településed. Te leszel majd a vezér. Szóval ez lett volna az Assassin's Creed Valhalla eredetileg 8 percesre tervezett előzetes elemzése. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!